A Budapesti Borfesztivál már hosszú éves múltra tekint vissza, ugyanis 1992-ben rendezték meg első alkalommal. Azóta nem csak az esemény, a helyszín, de a borkultúránk is sokat változott. A borfogyasztás pozitív változásának köszönhetően egyre több termelővel találkozhatnak a fogyasztók. Az ilyen eseményeknek hála a borbarátok közelebb kerülhetnek a termelőkhöz, akikkel nem csak a személyes találkozásra, de tudásismeret átadásra is van lehetőség. Az idei évben Eger volt a kiemelt régió, amelynek hatalmas előnye, hogy fehér és vörös borok is készülhetnek ezen a vidéken. Egerbe mind a fehér, mind a vörös boroknak van hagyománya. Vörösborként ott a bikavérünk, ott a kékfrankosunk, amelyikkel azt lehet mondani, hogy szép eredményeket lehet elérni, hiszen ha hosszan érleljük és jó minőségű szőlővel dolgozunk, jó borászati technika, fahordó, jó tufapince, ami hideg és hosszan érnek benne a borok, azokból nem lehet rossz bort készíteni. Dulla Bence szerint a jó bort mindenki úgy találja meg, hogy sokat kóstol, és nem pedig úgy, hogy sokat iszik. Ki kell választani, hogy kinek milyen bor ízlik, az ember ízlése pedig nem lehet rossz. Ha megtalálták a jó bort, váljék egészségükre. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfinomabb sosincs, mert én mindig szerelmes vagyok abban, amit készítek, és aztán utána, amikor elkészült, akkor utána a fogyasztó dönt. A Tóth Ferenc pincészetet bátran nevezhetjük családi pincészetnek, hiszen a szülők után a gyerekek is azért dolgoznak, hogy továbbra is kiváló egri boraink legyenek. Tavaly ünnepelték alapításuk 35. évfordulóját, amellyel ők az egyik legrégebbi pincészet a vidéken. Friss üde, gyümölcsös fehérboroktól kezdve a tölgyfahordós érlelésű fehérborokig, a gyümölcsös vörösborok és az elegáns, testesebb vörösborok, ezek mind készíthetőek a borvidékünkön. 65 szőlőfajtánk adott hozzá, hogy nagyon jó minőségű és különösen komplex borokat készítsünk. Elsősorban a házasított borok jellemzőek a borvidékre. Van két márkanevünk, az Egri Csillag, ami egy házasított fehérbor, és az Egri Bikavér, ami egy házasított vörösbor. Ezek viszik tovább a borvidéknek a hírét. És az a célunk, hogy fogyasztóbarát, magas minőségű borokat készítsünk az egri borvidékről. A budai várba kilátogatók elmondták, többnyire ragaszkodnak a jól bevált borokhoz, de ez az esemény remek alkalom arra, hogy nyissanak az újdonságok felé is. És ugye tudjuk, nincs olyan, hogy jó bor. Kísérletezzünk bátran, és megtaláljuk a számunkra legkedvezőbbet.